Üdvözlöm Önöket, Gál Tamás vagyok az ABB Kft. Robotika üzletágából, és most a ABB Kft. Egy új szolgáltatását, a Connected Services szolgáltatást szeretném Önöknek bemutatni. Miről lesz szó? Szó lesz arról, hogy mire jó ez a Connected Services. Ez egy internet alapú távoli szolgáltatás. Szó lesz a szerződésekről, hogyan lehet ezt a szolgáltatást elérni. Szó lesz arról, hogy az alapszolgáltatáson kívül milyen plusz érdemei vannak a dolognak, hiba megelőzés, élettartam növelés, és pár szót ejtünk még a technikai kivitelezésről is. Tehát akkor mire is jó ez a szolgáltatás? Mint ahogy mondtam, internet alapú távoli szolgáltatásról beszélünk, az ipari robotok hoz tudunk kapcsolódni ezáltal az interneten keresztül, végig tudjuk kísérni az élettartamát, analíziseket tudunk készíteni, méréseket végzünk, és ezáltal sokkal hatékonyabbá tudjuk tenni magát a szerviz folyamatokat, hiszen azonnal tudunk reagálni bármilyen eseményre, ami bekövetkezik, ami esetlegesen bekövetkezik, ezáltal gyorsabb és jobb szerviz előkészületeket tudunk véghez vinni, kevesebb probléma lesz, hiszen magát a problémát már akkor megoldjuk, amikor még elő sem jött, és magasabb lesz az azonnali megoldási arány is. Tervezhető lesz a karbantartás, hiszen a rendszer tud olyat, hogy előre megjósolja a robot terheléstől függően, hogy mennyi lesz, vagy milyen lesz az élettartama. Így ehhez tudjuk igazítani a karbantartásokat. És az egész által hatékonyabb lesz a termelés, hiszen kevesebb lesz a leállás, és ha van is leállás, akkor is tervezhető. Korábban is volt ilyen szolgáltatásunk, viszont már most ebbe a Connected Services-be több új funkció és tulajdonság került bele, ami nagyon fontos, hogy az új robotokban már gyárilag bele van építve, mind hardware, mind szoftver oldalról ez a funkció. Így, hogyha megveszik az új robotot, akkor akár a regisztráció után azonnal tudják használni a szolgáltatást. És, mint mondtam, a szerződéscsomagok, több szerződéscsomag egyedüleg egyénekre szabva áll rendelkezésre. Technikai oldalról a régebbi robotokhoz továbbra is elérhető a Remote Service Box. Ennek beépítése után és a internet rácsatlakozása után ugyanúgy használható, mint korábban a szolgáltatás. Elérhető kábeles internet, LAN csatlakozó segítségével, vagy mobil internet segítségével is egy SIM-kártyát lehet helyezni ebbe a boxba. Ugye, mint ahogy mondtam, az új robotokba, új vezérlőszekrényekbe már gyárilag bele van építve, tehát itt ide egyszerűen a kábel rácsatlakoztatásával, vagy itt is opcióként elérhető a mobil internet vagy a wifi segítségével rá lehet csatlakozni a internetre. Miből áll össze a szolgáltatás? A legnagyobb részét az állapot felmérés és diagnosztika fedi le. Itt tudunk mindenféle méréseket, diagramokat, kiértékeléseket, hibakereséseket végezni, analizálni. A nagyon fontos része a biztonsági mentés, hiszen bármi történik a robotunkkal, akkor szükség lehet arra, hogy egy mentésből visszaállítsuk az adatokat, és akkor rögtön utána tudjuk folytatni a termelést. Új szolgáltatásként, új funkcióként elérhető a távoli elérés, ami annyit jelent, hogy távolról az interneten keresztül tudunk módosítani a programban, az adatokban, a paraméterekben, és azáltal azonnali reakciót lehet elérni, ha szükség van rá. Fleet Assessment, ez egy összehasonlító szolgáltatás, össze tudjuk vetni a világ összes rendszerhez csatlakozott robotjával, a mi robotjainkat, vagy akár a cégen belüli flottánban lévő robotokkal. Asset Optimization pedig optimalizációs lehetőségeket nyújt arra vonatkozólag, hogy hogyan tudnánk a robotjai működését jobbá, optimálisabbá, ezáltal a termelést hatékonyabbá tenni. És részletesebben az állapot figyelés és a diagnosztikáról mit lehet itt csinálni? Például lehet csinálni olyat, hogy
ki tudjuk olvasni a robotnak a esemény naplóját, egészen visszamenőleg a kezdetekig. Mindenféle értéket, méréseket ki tudunk olvastatni a programban, használandó változók, jó jelek értékeit ki tudjuk olvasni, tehát mindent ki tudunk olvasni igazából, amire szükségünk van, és ezekből a értékekből értesítést is tudunk létrehozni, tehát ha azt szeretnénk, hogy valamilyen üzenet, valamilyen esemény, vagy valamilyen mért érték kiváltson egy üzenet, akkor azt meg tudjuk, el tudjuk készíteni, és ezáltal e-mailben vagy SMS-ben kapunk egy értesítést erről a dologról. Ami azt is jelenti egyúttal, hogy az esemény bekövetkeztében az összes környezeti értéket, ami akkor abban a pillanatban a robotban elérhető, tehát hőmérséklet érték, ventilátorfordulat, processzor hőmérséklet és minden egyéb más kiolvasható arra a pillanatra vonatkozólag. Ezt a felületet a MyRobot webalapú felhasználói felületen érjük el, amit a regisztráció után kapunk meg. Itt van két példa is néhány eseményre. A baloldali ábrán látjuk a robotjainkat szépen felsorolva föntről lefelé, és mellette pedig az aktuális, megadott időtartományban keletkezett hibák számát láthatjuk. Tőle jobbra pedig a hiba típusonként csoportosítva látjuk, ugyancsak robotonként a hibákat. A jobb oldali ábrán pedig méréseket látunk, ugyanúgy a robotjaink vannak felsorolva, és az aktuális mérések, amik túl vannak a tűrés határon, azok látszódnak színekkel jelölve, ugye a piros a legrosszabb, az már figyelmeztetés, a sárga az csak értesítés, és így tovább. A biztonsági mentés, úgy mint említettem, hogy nagyon fontos, hiszen hogyha bármi történik a robotunkkal, hardveres vagy szoftveres probléma, és a programunkat vissza kell tölteni, akkor ezt nagyon könnyen megtehetjük. Ha visszatöltöttük, akkor azonnal tudjuk folytatni a termelést. Ezek a biztonsági mentések időzíthetőek, tehát hónap, hét nap, naponta készíthetünk a rendszerrel ilyen biztonsági mentést, amit vagy az ABB, vagy a felhasználó saját szerverére lehet menteni. Távoli hozzáférés. Az interneten keresztül tudunk ugye magához, a robothoz kapcsolódni és változtatni, vagy módosítani a programon, az adatokon. Természetesen egy felügyelt művelet ez, hiszen az ügyfélnek ott kell állni a robot mellett, és egy kapcsolót át kell kapcsolnia ahhoz, hogy ez egyáltalán megtörténhessen. Ugye ezáltal azonnali reakció, egy kérésnek megfelelően azonnali reakciót tudunk biztosítani, és ugye alacsonyabb költségek is vannak, hiszen a kiszállási időt és díját is megspóroljuk ezzel. Fleet Assessment, összehasonlító méréseket láthatunk itt. Lehet a flottán belüli robotokkal és az egész rendszerben, rendszerre kapcsolódott robot populációval is ezeket az összehasonlításokat elvégezni. Itt az ábrán látjuk a robotjainkat. Ugye itt ezek a mérések a robot terhelésére vonatkoznak, tehát a nyomaték és a sebesség méréseket veszik alapul. És látjuk itt a legfelső sávban, hogy van egy hosszú piros csíkunk, és alatta pedig sárga, zöld csíkok vannak, ugye ez a robotokra vonatkoznak. Robotonként minden tengelyre külön-külön elérhetők ezek a diagramok. Ugye 6 tengelyes robotokról beszélünk általában, tehát egy robothoz 6 darab ilyen diagram tartozik. Amelyik már piros sávban van, azaz a robottal már érdemes, vagy azzal a tengellyel már érdemes foglalkozni esetleg, mert a átlagon felül van a többi robothoz képest a terhelése. Látjuk ezt a két függőleges csíkot, ugye, ami a flottán belüli átlagot és a populációban lévő átlagot jelenti. Az alsó ábra pedig az élettartamra vonatkozik. Itt a világos kék csíkkal jeleztük a dokumentációban meghatározott élettartamát az adott robotnak, vagy az adott tengelynek, és látjuk itt, hogy a szaggatott vonal pedig a megbecsült élettartam az éppen aktuális használattól függően, tehát itt jelenleg jobb a helyzet, mint ahogy a dokumentációban le van írva. A Asset Optimization,
Ez pedig ugye tanácsokat ad a rendszer arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet optimalizálni a rendszert, hogy a termelés hatékonyabb legyen. Itt ezeken az ábrákon azt látjuk, hogy a termelési idő függvényében a megállást okozó hibák száma mennyi volt. Ugye, ahogy az előbb is az eseményeknél és az értesítéseknek elmondtam, itt is a megállásoknál minden olyan információt látunk, hogy ami miatt történt a megállás. Tehát azt is látjuk, hogy hol járt éppen a program a robotban, és így ki tudjuk szűrni azokat a dolgokat, hogy mi miatt állt meg, és ki tudjuk javítani a problémát. Az alsó diagramon pedig tengelyeket látunk, melyik tengelynél voltak mozgás megszakítással járó hibák, problémák. Intelligens karbantartás, ami azt jelenti, hogy a teljesítmény a robot terhelése hatására, vagy által készít egy diagramot a megelőző karbantartásokról. Itt például azt látjuk, hogy a rendszer hőmérséklet egyszer csak megugrott, és abban a pillanatban ventilátor hibaüzenetek is keletkeztek, ez már előre utal arra, hogy a legközelebbi karbantartáskor ventilátorokat kell cserélni például. Csak röviden a szerződés típusokról szeretnék egy pár szót mondani. Négy fajta szerződés típusunk van, amiben a legelső, az a basic care, azt a robot szállításkor automatikusan megkapja az ügyfél, tehát amíg a garancia idő él a roboton, addig ingyenesen tudja használni ezt a szolgáltatást. Szerződés típus pedig bővített szerződés típusok, ugye egyénre szabva. Maga a szerződés egy nagyon egyszerű folyamat, a szerződés megkötése. Miután megérkezett a robot, utána egy űrlapot kell kitölteni, elküldeni ugye a központba, ott a engedélyezés után pedig a regisztrációs folyamatot be lehet fejezni, hozzáférés kap az ügyfél a MyRobothoz, és onnantól kezdve, ha a robot be van üzemelve és rajta van az interneten, akkor működik a szolgáltatás. Itt a szerződésben szereplő robotok összehasonlításánál, ugye, hogyha a rendszer jelzés, hogy valamilyen esemény történik, mindenképpen a mechanikai vizsgálat, az MCC és a helyszíni ellenőrzés még több információt nyújt a problémának a megoldására. Látjuk, hogy fel vannak itt sorolva a robotok, milyen robotok támogatottak, hogy nem minden robot képes minden információt megadni, minél nagyobb robotok több információt tudnak adni a hajtóművekről. A értékek összehasonlításánál ez a képernyő fogad minket. Itt látjuk azt az értéket, ami által látjuk a mi robotunknak az éppen aktuális terhelését, alatta pedig a 16%, az pedig az az érték, amit a populáció általi átlagérték igazából, terhelés szempontjából. A alatta lévő táblázat pedig mutatja ezeket az értékeket részletesen, tengelyenkénti bontásban, tehát az átlagsebesség, átlagnyomaték, átlagaktivitás. Itt általánosságban elmondható, hogy a színek dominálnak, tehát a zöld a jó, sárga, a közepes, a piros a rossz, így egyszerűen fogalmazva. Minél sárgább, pirosabb a táblázat, annál inkább érdemes megvizsgálni a rendszert, hogy ezt csökkentsük. Másfajta megközelítésben, a terhelés függvényében vannak elhelyezve itt ezen a diagramon a robotjaink. Látjuk, hogy főleg a zöld tartományban vannak a robotok, tehát normál terhelésként vannak használva, a mi robotunk is itt helyezkedik el. Élettartam, ez egy arányszám igazából, ami a termelési idő és a becsült élettartamnak a hányadasából jön létre. Indikátor színekkel jelezzük ezt az értéket, ugye itt is ugyanúgy érvényes, a zöldtől felfele a piros felé romlik a helyzet. Ugyanebben a táblázatban látszódnak ezek az értékek is, és itt ezen a diagramon pedig, amit már korábban is láttunk, látjuk, hogy a dokumentációban meghatározotthoz képest
a mi robotunk a szaggatott vonallal jelölve éppen hol jár az életciklusában. Minél lentebb van, annál hosszabb lesz tervezhetőleg. Van erre rossz példa is, ugye itt a baloldali diagramnál az egyes tengelyt vizsgáljuk, annak jó, az eredmény, jó eredményei vannak, a jobboldali diagramnál pedig a kettes tengelynél már eleve nagyobb terhelésnek van kitéve a tengely, mint a előírt, és ebből kifolyólag a becsült életciklusa is rövidebb lesz. Más megközelítésben ugye itt oszlopszerűen vannak felsorolva terhelés szempontjából a rendszerben lévő robotjaink. Látjuk, amelyik sárga, piros oszlopban, hogy melyik robotjaink vannak terhelve jobban, alul pedig az életciklusra vonatkozóan kapunk információkat a robotjainkról. Ugyancsak oszlopdiagram szerűen rendszerezve a dolgot. Itt lát, még vissza megyek egyet. Itt láthatjuk az átlagot is, tehát a cégen belüli robotok és az átlag számítás a populációban lévő robotok között. Ugyanígy a élettartam diagramnál is az átlagot tudjuk nézni, és hogy ahhoz képest hol vannak az adott robotok. Hogyha itt a bal oldalon ráklikkelünk az egyik robotunkra, akkor bejön az az előző ablak, amit már megismertünk, a robotnak a részletes adatait tudjuk vizsgálni. És még a mechanikai vizsgálatról szeretnék egy pár szót mondani. Van ez a funkció, az MCC rövidítve, tengelyenként tud végezni a robot a termelés közben mechanikai vizsgálatot, ami azt jelenti, hogy egy 2 perces időtartamot vizsgál, és ezt heti 4-szer ajánlja a rendszer, hogy ezt végezze el, és akkor ő ebből kotyogást és szorulásmérést tud végezni, és ezt jeleníti meg a MyRobotos felületen, itt a jobb alsó részen, ugyancsak színek formájában láthatjuk, hogy melyik tengelynek milyen értékei vannak. És ebből következhetünk arra, hogyha valamelyik tengelynél ez nem zöld, akkor már ottan érdemes vele foglalkozni, mert előrevetíti a dolgot, hogy meghibásodás esélye áll fent. Összefoglalva, a távoli elérés adatgyűjtés teljesen automatikus, az adatok elemzése pedig két irányba történik, egy oldalról magának az adott robotnak az adatait elemezzük és értékeljük ki, más oldalról pedig összehasonlítás történik a flottában lévő robotokkal és az összes rendszerben lévő robottal, hasonló robottal. Köszönöm szépen a figyelmet!